Füleket befogni, kipör megérkezett. Jó reggelt, Vietnám! Szevasztok, gyerekek! Hát folytatjuk a challenge-eket. És azt mondtátok, hogy most már nem lesz olyan könnyű, mint eddig. Úgyhogy mondjuk úgy, hogy óvatos leszek ezutána, vagy ezzel a részek, így megkezdem ezt az óvatos szériámat, mert most már egy ilyen célkitűzés számomra, hogy próbáljuk meg, 3 csillagra az összes challenge-et végigcsinálni, de gondolom ez így lehetetlen, mert gondolom az utolsó challenge-ek azok ilyen marha nehezek. De jó, nem húzom az időt, inkább vágjunk bele a lecsóba. Oh my god, várjál, nézzük meg, hogy mit kell csinálni. Becsúszok a székkel szépen kényelmesen, és akkor azt mondja, hogy... Igazából a bónusz dolgokat nézem meg, mert azok mind nagyon fontosak, ugye? Érjem el azt a pontot, ahol el kell jutni, gyakorlatilag az A469-el, ami egy U, az mindenki tudja. Vontassunk egy C, egy uralt. Vontassuk egy uralt ki a vízből, és javítsuk meg. És az éjszaka folyamán csináljuk meg a challenge-et. Na ez ettől, megmondom őszintén, Herótonban. Mert nagyon, én szeretem ezeket csinálni, de amikor sürgetnek és időre kell, az ember akkor általában hibázik, meg minden hülyeséget csinál, és egész végig ugye nézi az órát. Ezt igazából ezt kivehetnék belőle. Na mindegy, egyefene. Na, és hát ennyit az óvatosságról, ugye azt mondtam, hogy hú, óvatosan megpróbálom megcsinálni ezt a challenge-et, erre meg végez az éjszaka. Kösz. Jó. És akkor nézzük egy F1-et. Egyébként rájöttem, hogy ezek ilyen mélységjelzők, és ugye ez eléggé hasznos dolog tud lenni, mert ugye látod, hogy mennyire mély ott éppen a vízom. De egyébként érdekes, hogy csak egy körbe mutatja hozzád képes. Ugye nem tudod megnézni, hogy mondjuk itt milyen mély a víz, hanem igazából van egy ilyen bizonyos kör, amiben ugye láthatod, hogy milyen mély. Hát igazából, hogyha egy ilyen, szerintem ilyen pontszerű, ott még el tudsz menni, hogyha már ilyen vonal itt már elmerül, úgyhogy teljesen mindegy igazából. Innen már nem is kéne jelezni. Egy kicsit ezt jobban is megoldhatták volna, de mindegy. Na, akkor... igen, itt van az ural, és ide kell eljutni. Úgy látom, hát gyakorlatilag a felét így vízbe kell megtenni. Nagyon boldog vagyok tőle. Akkor a 3 folyón át kell kelni. Azon gondolkodám, gyerekek, hogy... Mindig kell eljutni. Hát ez nem lesz, egyszerű. És ugye ezt ki kellene menteni a 3 csillaghoz, meg még ráadásul éjszaka kellene menni, de várjál. Ja, hogy akkor indul a... Aha. Nightra kell váltanom hozzá, igazából gondolom, akkor indul az idő. Ugye lehet választani, szabadon választható, hogy éjszaka vagy nappal, hát jó. És akkor ezeket kell eljuttatni, és... Ott van még egy... Kroz, amin van egy... Aha. Ja, azt néztem, hogy ugye el kell jutni a zuazzal is, de úgy, hogy fent legyen a platón. Mert azt néztem, ha leesik, akkor van-e gond, akkor el tudom vontatni, de nem, hanem fent kell lennie a platón neki. Jó, hát akkor éjszakára váltok, mert ugye 3 csillag kell mindenképp, gyerekek, mik ezek a hajók erre-arra. És akkor menjünk, próbálkozzunk meg. Sorba akkor minden járművel végig próbálunk menni. Ugye diffizálni, hözkerék, minden hat szóljon. És menjen, ja, és ugye itt most már érdemes használni, ezt várjatok? Jó. És akkor menjünk. Szerintem nyomok neki egy rettenetes, hát ennyit arról, hogy ugye óvatosak leszünk. Várjatok, ilyen helyen lehet, hogy úgy kéne mennem. Sőt, nem is rettenetesbe kéne mennem, hanem egy ilyen egyes fokozatba. De itt meg itt van egy ide dőlt fa. Jaj, de jó. Azon gondolkozom, hogy az ilyen folyókat... Ugye van ez a mélységjelző. Ugye itt mélyebb. Most itt még inkább akkor olyan helyen kell végig. Aha, itt jelzi. Itt jelzi, hogy ezen a részen a legsekélyebb, ugye? Akkor ott kellene megpróbálni, igazából ez hasznos dolog lenne. Viszont ezt most hátrébb tolom egy kicsit.
És akkor ott a fák között kellene elmenni. Hú, júj, ja, hogy ez tele van üzemanyaggal. Mondjuk az jó, nem tudjuk kileereszteni belőle, mert ugye az nagyon, nagyon... Hát jó, így megpróbáljuk. Még nem késő. Jó, ez nem tűnt veszélyesnek. Szerintem azt csinálom, hogy minden folyón átkelek a... Krazzal is. Itt sorba így átjövünk. És akkor... Ugye... De... Azt nézem, figyeljétek, hogy nem múlik az idő. Akkor nem múlik az idő, az azt jelenti, hogy csak annyi, hogy választhattam, hogy éjszaka vagy nappal. Hát akkor ennyi erővel, akkor gyakorlatilag teljesen tényleg ráérek. És akkor tudok itt szépen... finoman közlekedni. Annyit ilyenkor szerintem csinálok, hogy ezt az UAS-t, ezt így rögzítem, és nem drive-ra, hanem pure rakom. És ez így nekem jó lesz. Mert ugye akkor oda van, gyakorlatilag körbe várjatok, kettes, meg is húzom egy kicsit. Jó, gyakorlatilag oda fixáltam, ugye. Várjatok, arra fog borulni valószínű. Akkor csináljunk már egy ilyesmit, várjatok, gyerekek. Így. Akkor gyakorlatilag kikötöttem az UAS-t. Nem lesz vele probléma. Talán. Ú, de kár, hogy eltűnt, hogy merre kell menni. Hát mi a franc? Mindegy, az nagyjából tudjuk, ugye? Hogy itt lemegyünk, és akkor oda szembe át. Igen, itt is nyomok egy ilyen egyes fokozatot. Ugye ez egy hasznos dolog, mert akkor tényleg úgy fúz a jármű, hogy erővel. És akkor nézzük, hogy mi fog történni. Teljesen korrekt. Látom. Ez a mélységjelző dolog, ez nekem nagyon tetszik. Mert mindig az volt ugye, hogy át akartak elni egy folyón, egyszerűen nem tudtad, hogy neki merjél indulni, vagy ne. És akkor tényleg folyton az volt, hogy egyszer ki kellett próbálnod, hogy na, itt nullára elmerültél, például itt is ennyi erővel elmerülhetünk ma. De most már ugye tudjuk legalább, hogy... Úristen, ez nagyon megdőlt. Jó. Szerintem visszaülök ebbe, és akkor folytatjuk ezzel az utat. És nézzünk egy... Jó, oké, akkor elmegyünk. Baza. Itt hol van az út? Ez csak komoly? Vagy hogy van ez? Várjál már, nem is... Itt valahol... Annyi, hogy itt valahol mennyi át. Nézzünk egy mélységet. Az az érdekes, figyelitek, hogy itt ezen a részen... Aha, ezen a részen, itt nem tűnik mélynek, ugye? Itt tűnik a legsekélyebbnek, sőt, ja. Itt tűnik elég sekélynek. Mondjuk, ha innen mennénk, akkor az is... Na jó, megnézzük arra. Szeretném, hogyha elsőre sikerülne, de hát, hogyha nem sikerül, mondhatok, hogy ezek a... challenge-ek, ezek már marha szívások. Hogy ez ilyen, aha. Ja, itt igen. Itt megpróbálunk, gyerekek, megint rakok neki egy ilyennek, ez nekem nagyon fekszik, hogy ugye gyakorlatilag erővel próbálunk. Ki nagyon picit a sodrás ellenébe megyünk, aha. Jó, szerintem jó. Jónak tűnik, nagyon jó. Gyerekek, nagyon szuper, jó, sikerült. Talán. Oké. Kimegyünk, azt jövünk akkor a krazzal is. Próbálkozunk. Micsoda sziklák vannak itt. Jó. Jó, hogy így ennyi elég. Hát akkor a krazz. jó, valamit elfelejtettem. Ugye megint megkötöm. Levincselem ezt. És akkor meg is húzom egy picit. Úgy, meg is feszítettem ugye a kötelet. Egyes kamera, oké.
És akkor megint valószínű, hogy bejelölöm magamnak, hogy hol kell menni, de hát nagyjából ugye. Szíri, hogyha nagyon alakadok, akkor újra tudom magam indítani, de igazából megy az összes ilyen dolog még, ugye? Na várjatok. Ez így jó volt, úgyhogy valószínűleg ezzel próbálkozok. Nyomunk neki egy ilyet, egy ilyen kettes fokozatba, jó mászó fokozat, ugye egy felezőbe, aztán így akkor erővel megpróbálunk átjutni oda. Ja, azon gondolkozom. Egyes kamerán maradunk. Kettes kamerán jó lenne figyelni, nem a borulat út. Talán nem. Ajaj, ez valami nem stimmel, eddig ez nem volt. Aha, és jó lesz, oké. Sima liba gyerekek, nagyon szép. És érdekes, hogy még a rugad is sebződik. Nagyon szépen, na, visz minket a víz, gyere ki ott. Gyerekek, nem figyeltem, a víz majdnem elvitt minket, halljátok, nem is tudom, az utolsó utáni pillanatban tudtam kiúzni magam. Hallod, itt megkapaszkodott a parton, de így kereszt, nem figyeltem, ugye a gépet néztem, és keresztbe elvitt minket a víz. Azért ez komoly. Jó, sztoj. Állj, oké. Eddig jó minden, ugye? Eddig szerintem jó volt minden. Nézem ezt a térképet itt. Gondolom kerülni nem lehet, mindenképp itt kell átmennünk, és itt a C4320-as, ugye? Jó, mindenképp ugye megyünk ezzel. Ezt nem tudom, ezt nem lehet kijeleszteni valahogy? Mármint ez örülnék neki, aki lehetne. Mert ugye az nagyon nehéz. És van egy kis javításpontunk is, ugye? 85. Aha, viszont ezt meg tudom tankolni. Annyival kevesebb lett benne. Ugye ez nagyon nehéz. Vagy nem túl hálás. Na mindegy, menjünk el odáig. És akkor megnézzük megint ugye, hogy melyik pontokon ez jó nekünk. Eddig úgy nagyjából jó taktikát követünk. Elmegyek így a környékre, és akkor meg is nézem, lehet, hogy itt kell átmenni, vagy nem tudom. Igazából nem biztos, hogy ugye a vonal mutatja, hogy hol a legjobb. De hát lehet, hogy valószínűleg úgy csinálták, megkészítették, nem nagyon szivattak minket, de azért jobban megnézem. Na várjatok egy pillanatra, itt megállunk, egyébként nagyon mély a talaj. Aha, na. Hát az a baj, ennél jobban nem tudok rázomolni. Hát srácok, nézzétek, ezen a részen nagyon-nagyon durván alacsony a vízszint. Gyakorlatilag a legalacsonyabb vízszint, az igazából az lenne jó, hogyha el tudnék jönni eddig. És akkor valahogy így. Mert igaz, hogy mély. De itt meg viszont nagyon alacsony. Ezt a részt kellene így megcélozni. Így. Hát nem. Így. Így. És akkor így valahogy kijönni. Na megnézzük, hogy mennyire megvalósítható ez. Vagy mennyire nem. Ja, hát az éjszaka egy kicsit nehezíti a dolgot. Még ráadásul ilyen ködös idő is van, vagy nem tudom. Aha, itt a fánál kellene kb. Vagy ilyenkor elvettem már ezt a pontot. Na várjatok, így gondoltuk. És akkor oda át rohanni. Csak ezek a fák, ezek akadályoznak még ráadásul. Na valahogy így, nem? Úgy valahogy. Oda át kéne vágtatni. Ugye megint, nem is tudom, nem a vágtatásra kéne koncentrálni, hanem akkor arra, hogy nyomunk megint egy ilyen egyest, és egy ilyen kettes fokozatba így. Nem vagyok kivékülve azzal, hogy pont egy fa van alattunk.
Hát ez mély, és itt egy fa, itt egy rohadt fa. Keresztbe állt. Jó, kihúzza magát, kihúzza magát. Gyerekek, itt brutál a sodrás, jó, itt brutális a sodrás. Ki tudunk jönni, úgy látom. Nem tudom, hol az ural. Jó, ki, ez kijött. Gyakorlatilag ezt... Ez így lejjebb csap minket a sodrás egy ilyen nagyon sokkal, úgyhogy... Azt... Jó, hát ez megúszás volt. Hol az ural? Jézus Isten, itt? De ez nagyon mélyen van, hallod? Ez mi van most? Tudjátok, mit kéne csinálnom a gépekkel? Levinni... Ja, de az a baj, hogyha leviszem a szuplit, cuccot, akkor valószínű vége a pályának, és ugye az ural még itt lesz. Na mindegy, hozzuk a izét. Hozzuk a kraszt. Még ráadásul ez is tele van izével, üzemanyaggal. Szirkálja, hogy ha akarom, akkor restartolhatom. Ja igen, és most is ugye lekötjük az uvaszt, ugye jobbra húzva. És ha nagyon dől, akkor... Hoppa, mi volt az a szikra, lol? Várjátok, le is kötöm ezt a gépet. Megkötjük. Meghúzzuk. Oké. Okay. V. Egyes kamera. Oké. Okay. Igen, megint ugye a ugyanazon a ponton kellene. Igen, az jó nagy ívbe. Igen, itt megint az, hogy szerintem én a kapaszkodó fokozatban abba bíznék. Ugye a felezőbe, meg még ráadásul ilyen jó tényleg erőre rakni. Csak az a baj, lehet, hogy a sebesség is jó lenne. Na jó, minél nagyobb vívből próbálok elfordulni. És ugye, ha visz minket a víz, akkor annyira nem nagy gáz. A francot nem nagy gáz, jó van, gyerekek, próbálkozzunk. Hú, ez laza, ez laza. Ez laza volt, itt most nagyon eltaláltuk, hol kell átjönni. Ó, hát ez laza volt, ez laza volt. És mennyire nem ott kell menni, ahol mutatja, mi? Ó, a gyerekek, ez laza volt, oké, oké. Ez laza volt, jó, nagyon tetszik, nagyon tetszik. És hol van a izé? Az ural az valahol ott van benne. Jó, mindegy, a izével elmegyünk. C2. Akárhányossal, vagy... Puh, vagy a francos sembe. Oda nézed, milyen mély. Jó, ezzel elmegyünk a Destinationhoz. És azon filózok, hogy lehet, hogy... A krasszal kell... Vagy ezt leakasztom egyelőre valahol. Nem tudom, hogy lesz. Vagy a krasszal megpróbáljuk kihalászni, azzal kéne, nem? De viszont a krasszon nem baj, hogyha rajt lenne a pót. Ugye az is egy ilyen súly. Sőt, azt még ilyen pecabotnak is használtam. Nem tudom, mennyire van benne, majd mindjárt megnézzük. Ez a minden esetre elmegyek azért a... Pontig a pontig. Meddig kell megnézzük, hogy mi van. Nincs ott gép? Nincs valami, valószínűleg nincs mi. Jó, hát egy csillagra simán megvan nekem kettőre. Ugye az egy... Sőt, várjál, mit kell? Egy csillagot kapnánk azért, mert ezt levittük, kettőt azért, mert éjszaka. Igen, hármat ugye, hogy ki kéne halásznunk a izét. Az uvaszt. Hát az uvaszt kihalászás az nem lesz az egyszerű. Ezt itt hagyom. Nem járok be vele, mert mit tudom én, hogy mi a franc történik akkor. Jó. C255-ös, lehet, hogy le kéne ezt akasztanom. Ezt lehet, hogy félrejárok. Várj, hol van ez a cucc? De Jézus Isten! Mondjuk itt eléggé közel lehet hozzájutni. Sőt, itt meg még eléggé... A víz is eléggé... Itt biztos, hogy nem lehet oda jutni. Itt még a víz eléggé sekélynek tűnik. Na mindegy, megnézzük.
Hoppá, ezt ne felejtsük el, gyerekek. Ezen fogom elbukni, hogy ezt mindig szoktam régi sprintályozva is, tudjátok, jó? Hogy ez nagyon fontos és nagyon jó dolog tud lenni. Na, meglássuk, hol van ez az ural. Ez nem kell, hogy kicsit van belül. Mint ők bemegyek egy kicsit, megnézzük, partig bemegyünk, megnézzük, hogy elérem-e. Ezek elérem, nem? Hát csak úgy csinálják meg, hogy elérjem. Mi van? Na ne szórakozzá, hallod? Itt marha meredek. Jajjaj, hát, na, kockáztassunk a három csillagén. Behorgásszunk a izébe, platóval. Próbáljuk, gyerekek. Beengedjük az uhazzal együtt a platót. Vagyis a félpót kocsit. Vízbe. És lehet, hogy nem jövünk ki ezzel se. Meg az uhaz is oda lesz. Meg ráadásul korom sötét. Meg ráadásul tényleg úgy van, hogy azért nem lát semmit, hanem halad csak a izei. Csak a lámpa fénynél, most próbálkozzál valamihez. Na jó van, gyerekek, lehet, hogy kapaszkodjatok itt le. Hát, jó, ott az a szikla, mondhatnátok, de hát azzal most mit kezdjek én az a sziklával. Várjátok, nézzünk egy mélységet. Há, innen biztos nem érem el, nem? Itt is meg lehetne próbálni, itt is meg lehetett volna próbálni erre húzni. Már áll az eleje? Erre áll az eleje, úgyhogy gyanús, figyeld. Ha most már látni ugye a gépek, hogy milyen, mit tudom én, van egy ilyen kis sziluettje. Hát itt picit belógatom, egy icipicit. Csak nagyon szétcsapja a izét. Nagyon szétcsapjuk a talajt, ez nem fogja még saját magát se kihúzni. Nagyon, nagyon szívás lesz, gyerekek. Nagyon kinyírom a talajt. Mennyire szar itt az, mennyire mély, várja. Itt ezen a részen, itt még szerintem be lehet engedni egy eddig. Stop, nézzük meg. Nem éri el, hallod? Nem hiszem el, hogy nem éri el, ez egy hülyeség. Gyerekek, ez hülyeség, akkor hogyan szedett ki? Jó, hát ez valami folyó van, gyerekek. Szóval eltüntetem ezt a piros csíkot, mert csak idegesít. Nézzük egy kettes kamerát. Hát ez már benne a vízben, jó. Nyomtam egy kéziféket, és ennél tovább szerintem nem tudok lemenni. És nincsen, hallod? Ez egy hülyeség. Egy szivatás. De hogyan? Hogyan menjek ennél közelebb? Innen már nincs! Innen már nem tudok tovább! Hallod, ez mekkor... Ez egy árverés, hallod? Á, te fiú, hát ez egy árverés. Ilyen nincs, ennél közelebb nem tudsz menni. Hova menjek már? És ezt kipróbáljuk, de szerintem ez most nem, hogy három csillag nem lesz meg, nem is lesz meg. Ennél tovább nem tudok menni, bazzám, mit akarsz? És még mindig nincsen, hallod? Hogy mi, föl kell ötte szabadítanom? Ajá, hogyha...
Nem kell, ahhoz kell szabadítanom, hogy tudjam vontatni. Lehet? Hát arról szó, várjatok. Lehet arról szó? Jó, ennél tovább nem tudok menni. Ez van tuti. Ez van tuti. De egy tuti, hogy az van. Oké, másodtán neked, jó. Hol van? Nem vittem ezt el a vízbe. Gyerekek, ez nem is ott van, mint volt. Hallod? Gyerekek, ezt elvitte a víz. Tudti, hogy elvitt a víz. Ez mi? Felszabadítottam és elvitt a víz, hallod? Nem hiszem, mert megvan, jó. Viszi a víz. Eddig nem vitt, ez érdekes. Ez nagyon érdekes, mert eddig nem vitt a víz. Oldalt jön. Hülye vagy, hallod? És ez nem fogunk tudni kijönni innen. Oldalán csúszik, gyerekek. Gondolom, ha lekötök róla, megint elviszi. Lekasszuk. Jézus Isten, nagyon durva, nagyon durva, nagyon para. Nem fog kijönni. Elengedem. Jó, nem sokat ment vissza, jó? Már nincs valami csőrözés, kusi hely. Repödjél meg, ha be van húzva néha a kézifék. Jó, gyerekek, visszajövök az urallal, vagy az kamazzal. Leakasztok. Jövök vissza, megoldjuk ezt, megoldjuk, talán megoldható. Ez nagyon kemény allad. Ez nagyon kemény. Jó, erről beszéltetek, hogy kezdődik a szívás, mi? Jó. Jó, ki kell húzni egy kicsit kijebb a kraszt, és lehet, hogy most már távolabbra is tudjuk fogni. De ez nagyon kellett, hogy a trailerrel lógatsz be. Ez nagyon kellett, csak minden maradjon ugyanott. Olyan sár van ráadásul, ezt meg úgy utálom, baze. Hol vannak? Hol vagyunk, ja? Amint holodó, mi? Nem nagyon húzom ki. Mondjuk eddig. Fegy. Gyerekek, ez ki van találva, nagyon durván.
próbálok mondani rajta. Hiszem visszafele, hogy a franc egye meg, hogy mindig be... Annak raktogattak volna egy külön gombot annak a rohadt belső nézetnek. Ezt akkor nem az a szívna az ember. Hát behúz minket. Behúz minket. Nem lehet hármat összekötni, az nagy baj, várjatok. Újabb teszt. Ki kell húzni nagyon a nézet az... Kraszt. Ezt nagyon ki kell húzni. Tudom, filózok, onnan nem tudnánk megcsipni, de nem valószínű, itt van a legközelebb az ura. Csak nem lenne fölborulva, lehet, hogy... Ja, gondolom, akkor borul... Á, ez fölborult, amikor meg... fölszabadítottuk, vagy nem tudom, amikor megindult. Jöjjön jól ki. Ezt megpróbáljuk így, na. Hát ez elég messze van. Túl messze van. Szentüzgetünk. Nem hiszem, hogy nem húzza meg innen, bazen, ezt komolyan mondom. Nagyon nagy baj, hogy felborult. Nagyon nagy probléma, hogy felborult. És még megtűzött valahol. Tutira. Hát de nagyon megtűzött. Hát innen még a... Ez se jön ki egyedül. Nem tudom mi legyen, gyerekek, nem tudom mi legyen. Esküszöm, nem tudom. Oda a sziklákra talán föl tudnék mászni, de oda biztos nem tudom felvontatni. Várjátok, nézzük meg. Ez hogy áll ez a hülye? Fel van borulva. Másik oldalról megpróbálhatnánk. Csak az a baj, visz minket a visz szerintem ott. Mindegy, meg kikapom ezzel. Ez mindenképp kell sajnos. Ki kell szedni innen. Most meg menjünk vissza a másik partra. Úristen. Nincs elég bajom, hallod? Nincs elég bajom. Jó. Crosskin van. Egy jó dolog végre történt. Oké, crosskin van. Ugye simán meg tudnám két csillagra, hát ez gyerekjáték. Nézzük rá a kettes kamerával. Szerintem baromi messze van a másik parttól, tehát onnan esélytelen lesz megcsinálni. Most, ha meg még oda át kell kepesztetnem, az meg még nem is egyszerű. Kössük ki addig ugye a járművet, most ugye pont fordítva így. Húzatjuk, oké. Még menjünk át, úristen, hát ez valahol lesz. Ugye nagyon ott kell lenni. Jó. Hogy neki is annyi. Nincs elég bajunk, mi? Ide-oda evickérünk a folyónát. Horgászunk, gyerekek, horgászunk. Megnézzük, mennyire van messze. Hát nem is látom. Abszolút nem érjük el. Az a baj, fel kéne állítani azt a nyomorultat, ami nem fog sikerülni. Itt megint be kell lógatnom neki. De itt megint milyen mély, mindjárt megnézzük. Hát nem hiszem, ezt az urat, ezt nagyon betették meg. Ugye ráadásul azt is elvitte a víz, sodorja. Úgy gyerekek, az nagyon szar helyen van. Hallod, az megint beljebb ment, vagy mi van? Ups.
Automatát akarom keresni, csak nem találom, na. Gyerekek. Mélységmérés. Ezt elvitte a víz mind a szart. Fölmászunk a sziklákra, megpróbáljuk onnan. Ez is egy megoldás. És erre végig a sziklán vissza. Jó, hát akkor mehetek vissza. Az előbb nem ott volt. Ez viszi folyamatosan ez a nyomorult víz. A sziklák túlsó felén kéne belógatnom neki. Gyerekek, a francnak kell nekem az a három csillag, menjünk. Na, nem hülyes, csak hülyeskedtem. Nekem kell a három csillag és elsőre. És nem fog összejönni mi? Gyerekek, annyira veszélyes az egész, hogy ezt el nem hiszitek. Mármint tényleg. Nagyon ott kell észnél kell lenni, ugye egy kicsi hiba, és itt nincs az, hogy most oppa, akkor... Jó, újra lehet kezdeni biztos, de hát... Akkor itt tudom, hogy megkapod az egy csillagot, nem kell nekem az egy csillag, nekem a három nyerő. Ez durva, hogy ide-oda járkálok. Tehát folyón. És még meg ki van ködve a gép, de most meg másik oldalra kezdek, mind nagyon kell figyelni egyébként. Mert ugye hiába húzatom erre. Erre kell húzatni, gyerekek. Így. És ugyan púlra rakni, e púlra. Oké, meghúzatjuk kicsit, jó. Ugye izébe, sebességi fokozat nagyon fontos. Ezek az apró dolgok fontosak ám, bármennyire is úgy gondoljátok, hogy hát mit tökörészel vele, menjél ma. Szerintem meg nem. Szerintem ezt nem úgy kell, hanem ezt okosan kell megoldani. Jó. Mászó fokozat. Ez nem a retteltes fokozat, ez a rettenthetetlen, gyerekek. Megint elvitt minket ám a víz, mint a szart. Egyszer így elvisz minket, megkap, és akkor vége bulinak. És akkor itt nem három csillag, nem lesz egy se. Ja, ott a cikla már... De az nem is... Nem értem azt az egészet, hogy hogy került oda most. Amíg én elvánszorok, te bevitte a víz, ha Isten, tök jó. Mindjárt megnézzük. Van az a baszott nagy cikla, arra meg nem tudom egyáltalán föl lehet-e mászni. Akkor föl lehet, gondolom, annyi tapadása lehet rajta, mint az semennyi. Ott, annak a másik oldalán is meg lehetne nézni. Hajtok? A szikla ez nem úgy van kiképezve direkt, hogy... Föl megmászható? Hát nagyon... Ó, gyerekek. Jó, hát ez egyre veszélyesebb ez a projekt. Ott van az ural. Ott az ural, de várjatok, ezt vigyem magammal? Vagy ne vigyem magammal? Ó, te fiú, hát itt... Na. Stop, stoj, oké. Most vissza kell tolatnunk, de kurva gyorsan. És nagyon ügyesen, várjatok. Nem tudom elérni az uralt. Pont nem, de majdnem, hallod? Nem kellett volna elhoznom a trailert, mi? Próbáljunk meg kijutni. Tudtam, hogy szor lesz. Jó, oké. Itt most már nem erőlködünk. Hozzuk a rélet. Jó, hogy van két gép, nagy mázli. Itt megint elcsesztem. Nagyon jó. Oké. Ezt is leakasztjuk. És megpróbálunk felmenni. Oda. Okosan, úgyhogy nem leesve, félig leesve. Valami ilyesmire gondoltunk. Hát gyerekek, ez nagyon... Ha megkapjuk, akkor esetleg ki tudnám vezetni erre. Nem jó. Azért ezt a készítők kitalálták, hogy rohadjanak meg.
És ma megint, üzél, bazzed, ma megint meg akart indulni. Jöjjön csak szépen, oké, nem baj, ha viszi a víz. Nekünk jó, most viszi a víz, mert mi most itt akarjuk végighúzni. Megnézem a mélységmérésnél, hogy mennyire mély itt. Hoppá, itt elég elég izé, sekély. Úgyhogy itt lehet, hogy le tudnék ereszkedni balra. Kamera nézetek még mindig hibátlanul szarok. Istennek nem free kamera van. Aki nem azt mondta, hogy ez nem egy izé, nem egy ural. De miért van uralnak zíl eleje? Tudom, ezt meg kitárgyaltuk. Meg az, azt is utálom, hogy a csörlőt nem tud visszaengedni, hanem csak leakasztani. Én az is egy elég hülyeségnek tartom. Gyerekek, ennél izé veszélyes fején sose voltam. Várjátok, ezzel mit kell csinálni? Ja, izé, annyit mond, hogy húzzam ki a vízbe és javítsam meg. Ami igazából ki van húzva, meg kell javítanom és akkor megvan. Várjatok egy pillanatra. Oké, várjál. Meg van javítva. Ez nekem most így nem jó, mi? Ez, fia, azt írja, húzzam ki és javítsam meg. Az a gond, hogy... Lehet, hogy azért el kéne vinni oda. Áááá, gyerekek, ez nem egyszerű. Lehet, hogy meg lenne 3 csillagra, gyakorlatilag nem is kellene semmit csinálnom, de... Most egy ilyen hülyeség miatt, hogy most lehet, hogy... Jó, még van javítás pont azt hiszem a izén, ugye? Márjatok, nézzük meg! Minden, nézzük meg 5-ször inkább. Ez még van javítás pontunk? Igen, van, annyi az összes, úgyhogy egyszer elcseszhetem. Oké, gondolkodom, oké, és akkor most. Húzzuk mind a barom. Be van akarva a rohadt élet oda. Be van akarva a nagy beceg sziklába, gyerekek. Meg itt lehet, hogy följönne. Ah, okay. Stop, stoj. Próbáljuk felhúzni ott. Próbáljuk csak húzni. Nem, hogy belevágjon minket. Ott az a hülye nagy barom szikla is, amiatt nem akar eljönni. Ha? Ennél többet nem tudok értetteni, barátom. Gyere velem. Ah, jó, oké, most izé, most átalakunk erre.
Nem hiszem, hogy gyerek, innen nem tudod kiúzni. Nagyon múlik, de nem, megoldjuk gyerekek, le kell akasztanom. Ne menjél, bazd, ne menjél. Kéziféket sose engedj, hagyjátok úgy. Hátulját kéne megcsipni. Hátulját kell megcsipnom, gyerekek. Akárhogy is. Nem hiszem el, hogy nincs meg a hátulja, vagy ennek nem lehet hátulra kötni. De faszki van a gyerek. Nem merés van, ez van. Oda meg nem merek be, oda be. Lehet, hogy oda be kéne tolnom, érte? Hú, tehát ez megint egy... Igen, itt van, érted, meg van javítva, és nem tudod megcsinálni. Ez nagyon szívás. Próbál, kimegyek itt egy kicsit. Egy pici hiba és beleborulunk ám ide ebbe a cuccba. Hol lesz a gyerekek, ott megállsz, barátom, megállsz. Jó, innen kimegyek és kirángatlak, és megvan, ez meg lesz három csillagra, őrülök, sikerülnie kell ennek, gyerekek, már innen. Őrülök. Hát ez még megyerül se tud kivenni az énekel a sziklákon. De csak sikerülni fog, innen már, bazzer, nem hiszem, hogy nem sikerül. Honnan hoztuk ki azt a rohadt urat? Nem jön ki, az ezeken a vizes sziklákon, gyerekek. Nem, akkor kijönni, gyere ki már onnan. Ugye visszatolok fel a sziklára. Jobb lesz. Nem éri el, nem éri el. De eléri. Gyere. Föl, keresztbe áll, akár mi történik, most már innen nem lehet rossz. Gyerekek, megcsináltuk be az innen, és igazából úgy látom, hogy valószínűleg nem is kell innen. Jó, itt maradhat, igazából lábor el tudom hozni ezt. És jól meg így, jó, gyerekek, megvan? Igazából ennyi, gyerekek, szerintem meg vagyunk. Ez challenge, ez szó szerint kihívás volt, bazd. Ez durva volt, de miért nincsen lámpa mindig? Igen, itt is most jó, el vagyok lámpa nélkül. Hát ez keményen beszarás kategória volt. Mondjunk egy retteltest, ezt menjünk már. Ettől az ígatől, hogy a franc essen bele, hogy be kellett pattyannod. Jézus Mária, hát ez a retteltes, ezt tudjátok mi. Ez egyre inkább, nem tudom, ez... Max, már lassan a full kemény úton használható lett. Ja, meg jó, aki az, még az egy hibát követhetünk, hogyha az ruhaszt nem visszük le, ugye? Már azért még jó lenne vigyázni, hogy nem pattanik le a platóról. Na, erről beszéltem, hogy azért már itt nem lesznek olyan rövidek ezek a részek. Mert azért vannak szívások. Ezt tetszett, ezt élveztem. Jó, az ilyenek nagyon jók. Meg azért úgy meg lehet csinálni. Mondjuk ez egy határ volt. Ott gyerekek belógatni addig a gépet, az egészet, hogy ott... Most tudom mi... Oké. Okay. És akkor jöhet a íze is szerintem, a másik is. És az ilt is lehet, hogy le kell vinni. Levigyük az ilt. Lehet, hogy leviszem az ilt, hogy nehogy az legyen. De már az igazából completed ír. Ez is completed, jó. Akkor szerintem az ill nem kell, hát... Levigyük ezt azért. Hú, gyerekek az azért le van idejével szedelhalva keményen. De nem zill... Ez egy ural az ill elejével, tiszta vicc. Gyerekek? Gyere, barátom! Nem vagyunk hátra senki, olyanok vagyunk, mint az amerikai katonák.
Azoknál ott van az a duma, tudod. Gyár? Na, ügyes volta. El is viszlek be. Levadlunk majd a vasba. Azért nem, szerintem egy pára nem, sőt, szerintem egy 60%-a nézőknek azt gondolt, hogy hát ez nem fog sikerülni, Keeper. Ez nem lesz neked, nem fog menni. Kicsit durog a vérda. És nem jó, na. Á, nem hiszem el, nem jó ez az izé retteltes fokozat. Kár, hogy mixelték az uralt az ille, mert ugye így előről meglátom, aztán Zill 131. Közben meg marhána, nem? Kicsit kellemetlen. Meg az is, hogy megjelen, mert szerintem valami szösz, most ráragad voltatok már úgy. Egy ilyen kis, valami kis szösz ráragad, és akkor ugye az érzékelőjére, oda a lézer cucchoz, vagy optikai cucchoz, aztán nem nagyon akar mozogni. Na, jó, azt hiszem meg lehetsz. Jó, hát ezt best is behoztam a koma. Ugye a megjavítással nem sokat tud. Ja, de ezen is volt javítás pont, via vagy Keeper. Jó, megcsináltam, oké. De figyelj, azért ezt be se vittem, aztán be elfogadta. Jó, elrom csillag, gyerekek. Hú. 51 percig csináltam. Jézus Isten, visszatérnek a jó öreg egy órás spintelhöz videók, gyerekek. Na, megvan a következő, az micsoda? Éjszaka végezzé, ne csörlőzzé. Jó van, gyerekek, akkor ennyi. Köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, remélem tetszett, haladunk. Sziasztok!